Mártával jó napot kívánunk! Ez az ATV rendkívüli híradója a választás napján. Ma minden órában jelentkezünk hírekkel, és választási műsorunk is azonnal kezdődik. Következnek tehát a nap eddigi legfontosabb hírei. Továbbra is töretlen a szavazási kezd. Délután egy óráig a választásra jogosultak 42,32%-a ment el voksolni. Ennyien egyszer sem voltak szavazni. A szavazási hajlandóságot már a reggeli adatok is igazolták, akkor is rekordok születtek. Jelenleg kevesebb, mint 8 millió szavazásra jogosult van az országban. Közülük azonban több mint 200 ezeren vannak olyanok, akik nem a lakóhelyükön voksolnak, így az ő szavazataikat csak egy hét múlva keverik hozzá a többihez. Most élőben kapcsoljuk a Nemzeti Választási Irodát, Kis Ferenc kollégám van, ott őt szólítom. Az iroda honlapján még nincsenek fent a 15 órai adatok, a helyszínen van erről információt, Feri? Szervusz, jó napot kívánok a nézőknek! Körülbelül 20 perc múlva fog felkerülni, 25 perc múlva a Nemzeti Választási Iroda honlapjára a 15 órás részvételi adathalmaz, de azt már most el tudom mondani, hogy a legtöbben Budapest mellett Heves megyében szavaznak, ott a szavazásra jogosultak 43,74%-a ment el voksolni, legkevesebben pedig Borsodban járultak az urnák elé. Budapest 16., 17., illetve 3. kerületében mentek el legtöbben szavazni, itt 50% körüli a részvételi arány, természetesen ezek 13 órás adatok még, körülbelül 20-25 percet kell várni arra, hogy kiderüljenek a legfrissebb részvételi adatok. Ami pedig a szabálytalanságokat, illetve a rendkívüli eseményeket illeti, Komlón az történt reggel, hogy elfelejtették lehúzni a DK-s jelölt nevét a szavazólapról, és 8 választópolgárnak ilyen szavazólapot adtak ki. Pál Filon, a Nemzeti Választási Iroda vezetője azt mondta, hogy ebben az esetben ez a szavazat érvénytelen, hiszen a választópolgárnak felkészülten kell érkeznie a szavazóhelyiségbe, és olyan jelöltre adta le a voksát, aki végül is visszalépett. És hát egy igazi horror történet Cseperről. A 21. kerületben, az egyik szavazókörben baleset érte a szavazatszámláló bizottság elnök helyettesét, az ujja beszorult a szék ülőlapja és lába közé, és leszakadt belőle egy darab, ezért mentőt kellett hozzáhívni, és póttagról kellett gondoskodni. Egy másik budapesti választókörben pedig ismét volt egy szórakozott állampolgár, aki miután kitöltötte a két szavazólapját, betette a borítékba a személyigazolványát, illetve a lakcímkártyáját is leragasztotta, majd bedobta az urnába. Ezt az iratait majd természetesen csak hétfő munkaidőben veheti majd át. Köszönöm szépen, Kis Ferenc tudósított. Ezt a beszorult ujjat még hallgatni is rossz volt, jobbulást ennek a derékembernek. Több nézőnk jelezte, hogy a szavazó körükben boríték nélkül szavaztatnak, vagy adnak ugyan borítékot, de azt kérik, ne ragasszák azt le. A Nemzeti Választási Iroda kommunikációs vezetője híradónak azt mondta, ez így teljesen szabályos. Aki ugyanis a lakóhelye szerinti szavazókörben voksol, annak nem kell borítékba tenni a szavazólapjait. Más a helyzet azoknál, akik átjelentkeztek. Ők zöld borítékot kapnak, azt le kell ragasztani, és úgy kell bedobni. Szintén lezárt boríték kellett a levélszavazat. Is. Legalább 200 méteres sor kígyózott délelőtt Új-Budán a 11. kerületi Bocskai úti szavazókör előtt. Ebbe a körzetben jelentkeztek át a legtöbben, több mint 10 000 szavazó zömmel egyetemista várakozott arra, hogy leadhassa a voksát. A Nemzeti Választási Iroda azt mondja, külön készültek ezekre a körzetekre, és próbálják mindenhol időben lebonyolítani a szavazást. Adban is gőzerővel dolgoznak a közvéleménykutató cégek. Míg a Medián szerint megközelíti a kétharmados többséget a Fidesz-KDNP, az iránytű intézet méréséből az derül ki, a kormánypártok abszolút többsége is veszélybe kerülhet. A századvég arra jutott, az emberek többsége egyetért azzal, hogy egy összeellenzéki koalíciós kormány politikai válságot okozna a választások után. Kígyóznak a sorok az egyik kőbányai szavazókör épülete előtt. A közvéleménykutatók egyetértenek abban, hogy a magas részvételi arány döntően befolyásolhatja az országgyűlési választás eredményét. Azzal kapcsolatban azonban, hogy mely pártok malmára hajthatja a vizet, már megoszlanak a vélemények. 64%-os részvételi arányra számít a Medián. Különösen a falusi lakosság, a községekben ülők sokkal nagyobb arányban mondták, hogy biztosan elmennek szavazni, mint korábban. A kisebb településen élők pedig döntően Fidesz szimpatizánsok Hannendre szerint.
Habár korábban egyértelmű kétharmados többséget mért a jelenlegi kormánypártoknak a medián, friss és még jelenleg is zajló közvéleménykutatásuk alapján 44%-kal épp hogy nem éri ezt el a Fidesz-KDNP. Felmérésük szerint a Jobbik a parlamenti helyek 21%-át, az MSZP párbeszéd koalíció pedig a 14%-át kaphatja. Az LMP-nek 8, a DK-nak pedig 6%-ot prognosztizálnak. A Momentum, a kétfarkú kutyapárt és az Együtt a medián szerint nem jut be a parlamentbe. Nagyon sok múlik az egyéni választókerületeken, és ezeknek az eredményei sokkal nehezebben becsülhetők, mint egy ilyen országos listás eredmény. Akár csak egy-két-három körzet, amelyik korábban bizonytalan volt, az ellenzék javára dőlne el, az megakadályozhatná a Fidesz kétharmadát. 71%-os részvételi eredményre számít a Jobbik közelének tartott iránytű intézet. Az ellenzéki szavazóknak a 80-90%-a értesült a taktikai szavazásról, illetve volt egyfajta képe arról, hogy ez pontosan mit is jelent. A magas részvétel és a jelentős mértékű átszavazási hajlandóság az iránytű elemzője szerint az ellenzéknek kedvez. A közvéleménykutatási adatok alapján a Fidesz-KDNP 41, a Jobbik 25%-ot kaphat. Míg az MSZP párbeszédet 13%-ra mérik, az LMP-t és a DK-t pedig 7%-ra. 2%-ot jósolnak a Momentumnak és a kétfarkú kutyapártnak, és 1%-ot az Együttnek. Körülbelül 700 ezer ellenzéki szavazó van, aki azt mondja, hogy hajlandó átszavazni egy másik pártnak a jelöltjére. Ebből a 700 ezer szavazóból a nagyobb rész 600 ezer szavazó, aki taktikai szavazónak mondható, aki az esélyesebb jelöltre hajlandó voksolni, és mintegy 100 ezer olyan szavazó van, aki szimpátia alapon, illetve az alkalmasabbnak ítélt jelölt irányába szavaznak. A kormány közelinek tartott századvég arra volt kíváncsi, hogy milyen kormányzást szeretnének az emberek a választások után. Kutatásukban az összes megkérdezett 51%-a azt válaszolta, azt szeretné, hogy a Fidesz és Orbán Viktor folytassa a kormányzást, míg 29%-uk gondolta úgy, hogy alakuljon egy Jobbik baloldal kormány. A maradék 20% nem tudja, vagy egyiket sem szeretné, illetve nem válaszolt. A káosztól való, a politikai instabilitástól való félelem az, ami az embereket motiválja, és ami miatt inkább a jelenlegi kormánynak a folytatódása mellett veszik le a voksukat, és annyira nem szimpatizálnak egy ilyen szivárvány koalícióval. Lánci Tamás hozzátette, míg a baloldaliaknak csak a fele értene egyet a Jobbik baloldal kormányzással, a jobboldaliak szinte teljesen elutasítják azt. Amint véget ér a híradó, azonnal kezdődik az ATV választási műsora, vagyis most. Egész délután, este, sőt éjszaka is ezzel foglalkozunk. A stúdióban pedig ott van már ennek a műsorfolyamnak a házigazdája, Schwábi András. Szervusz András, mi ugye hetek óta készülünk már erre a műsorra, tudjuk, hogy mitől lesz jó, de mivel győznéd meg a nézőket, hogy szavazzanak rá? Még ezt akarom a műsorra, hogy ki nyer ma, játék és muzsika, mondjuk játék az talán lesz, de muzsika biztosan nem lesz. Több lesz. Hány ez 10 percnél. Hát ez igaz, egészen hosszú. Figyelj, ez egy 8 órás műsor. 500 perc, ez körülbelül 500 perccel lehet számolni, tehát mi végig talpon lesz. 15-től 23 órán. Ti szerencsésebb helyzetben vagytok, mert ti ültök, én állni fogok végig. Ugye ti óránként jelentkeztek, Róna Jégon kollega pedig a másik helyszínen, egy másik stúdióban elemez, folyamatosan váltják majd a vendégek nála egymást, és itt van természetesen Emilia és Trutko egy okos monitor előtt, és ők folyamatosan, amikor elkezdenek jönni az eredmények, folyamatosan tudják mutatni, hogy hogy állnak a bizonyos körzetek. Úgyhogy mi leszünk a leggyorsabbak, a legpörgősebbek, a leghitelesebbek és a legjobbak, ennyit tudok most ígérni. És ez nem kevés. Szerintem Töltsék velünk a következő 8 órát. És azt gondolom, hogy kezdjünk is akkor minden bele. Köszönjük szépen, András. Önöknek meg a figyelmet, de ne is álljanak fel a fotelből, hiszen kezdődik az ATV választási műsora most. Indulunk, várjuk Önöket, maradjanak pontosabban velünk egész éjszakáig.